A Wosinski-Mar megyei múzeum főépületének emeleti kiállításában vagyunk, amely az örökségünk címet viseli. Ez a kiállításunk immár 15 éves, de úgy gondolom, hogy mai napig is meglepően friss, és a látogatók nagyon kedvelik és szeretik, hiszen egy modern szemlélettel elkészült kiállítással próbáljuk a nagy érdemű közönségünket meglepni és bemutatni ezen keresztül Tolna megye államalapítástól 19. század közepéig tartó történelmét. 4 teremben keresztül vezet ez a kiállítás, és ezek közül az első 2 Tolna megye középkorát mutatja be, méghozzá tematikusan ketté választva. Az első terem a Tolna megye szakrális emlékeit mutatja be. Én, ha szabad ezt mondanom, én erre különösen büszke vagyok, hiszen ezt a kiállítási termet én magam rendeztem be még 2003 környékén, hiszen ez maga a tárlat, és engedjék meg azt is, hogy egy picit ilyen szubjektív módon néhány dolgot emeljek ki ebből a tárlatból, és kedvet csináljak ahhoz, hogy majd, ha újra lehetőség lesz rá, akkor a kedves közönség újra és egy picit talán más szemmel is megnézhesse ezt a kiállítást. Szóval 2003-ban indult meg ennek a kiállításnak a koncepciójának a kidolgozása, és már akkor azt tapasztaltuk, hogy hatalmas nagy belső terekkel rendelkezik a múzeum. 1902-re, amikor felépült ez a neoreneszánsz múzeumpalota, akkor ilyen hatalmas nagy terekkel gondolkodtak a egykori múzeumi vezető őseink, Wosinski-Mór, vagy akár gróf Apponyi Sándor, amely nehezen kihasználható volt, és éppen ezért gondoltuk azt, hogy minden termet, ha galériázzuk, akkor meg tudjuk növelni a kiállítási felületet, illetve ezáltal tematikusan is ketté tudjuk választani a bemutatandó anyagot, mégpedig úgy, hogy a galérián mindenféle érdekességet, információt rejtünk el, alulra viszont mindenféle látványelemet helyezünk el, amelynek a segítségével talán jobban befogadható a kiállítás. Ahogy talán látható és érzékelhető, ez a kiállítási terem egy templom belsőt szimbolizál, és annak mindenféle részével együtt. Tehát a templomnak van egy bejárata, van egy szentélye, és van egy hajója. A hajót főként a középkor, érett középkor időszakában, gótikus időszakban nagyon sokszor gótikus boltozattal fették be. Ez a kiállítási terem pontosan a szekszárdi szentmegváltó apátság méretarányos egy egységének a rekonstrukciója, fából készült el. Maga a templom, a szekszárdi apátsági, Bence és apátsági templom ennél jóval korábbi, ugye első Béla királyunk temetkező helyeként került kialakításra, de aztán a 12. században is javították, újították, illetve a gótika 14.-15. századi időszakában is hozzányúltak, és akkor nyerte el ezt a gótikus boltozatos belső képét. A szekszárdi bencés apátság 11. századi, tehát alapításkori időszakából néhány fantasztikusan szép kőemlék maradt meg az utókor számára, amelyek közül kiemelkedő darabokként tartjuk számon azokat a faragott oszlopfőket, amelyből 4 darab itt látható a kiállításban. Különösen szép és a művészettörténet szakma által nagyon nagy becsben tartott ez az úgynevezett áttört palmettás oszlopfő. Itt látható, ilyen nagyon technikailag ezt nagyon nehéz volt megcsinálni a kőfaragó őseinknek, de közte ez a szalagfonatos díszítés, illetve maga az az 5 ujjas palmetta, ez dominál, illetve a keresztmotívumok, ezek megjeleníthetők. A többi oszlopfőkön is egyébként ehhez hasonló, de mégis más stílusú, egy picit más stílusú díszítés látható. Ugyanebbe a körbe tartozik még egy válkő, amely a kiállítás sarkában látható, ahol mindenféle egyébként pogánynak tartható motívumot is elrejtettek a kőfaragók.
Ahogy említettem, maga a kiállítóterem egy templomot, egy elképzelt templom belsőt szimbolizál. A templomnak a bejárati részénél állunk, amely egy hatalmas nagy molinó próbálja kicsit a teret kitágítani. Ez főként a galériás részről élvezhető, de a bejárat mellett található volt minden templomban a keresztelő medence. Ez egy másolat, ami elhelyezkedik, illetve ezek a jelenetek, figurák, amely egyébként az egész kiállítást végigkíséri. Ez egy nagyon fontos és szimbolikus aktust mutat be, mégpedig a honfoglaló vagy pogány magyaroknak a megkereszteléséről szól ez a történet. Egy bencés szerzetes, akik ebben az időben kék színű ruhát hordtak, tehát nem úgy, mint a manapság, ilyen fehéret, illetve szürkét, egy pogány magyar nőt keresztel meg. Tehát ez a jelenet igazából a 11. század közepére keltezhető tárgyakkal mutatja be a korabeli, egyébként nem túl gazdag divatot. Ennek a nőnek az ékszereit, illetve annak az eredetét, hiszen ezek műanyag másolatok, a Fadjegeshegyi ásatás hozta felszínre. Nyakperec, karperec, esvégű karika, illetve gyűrűt hordott ez a nő. Maga az egyház szervezet is ebben az időszakban erősödött meg. A pécsi püspökség részeként alakultak ki Tolna megyében kettő főesperesség, amelynek az egyik székhelye Tolnán, a másik pedig Regőiben volt található. A középkori templomok nem csak szakrális terekként működtek, hanem az adott közösségek temetőjeként is szolgáltak, méghozzá a templom körüli térség, amelyet cinteremnek neveztek el. Általában oda helyezték el az adott közösség az elhunyt tagjait. Nagyon kevés maradandó síremlékről van információ a középkori Tolna megyéből. Ezek közül egy itt a kiállítás tengelyében található, ez pedig nem más, mint ez a homokkő tömb, amely Bátáról, a bátai bencés apátságból származik, méghozzá egy Pál nevezetű apát 1377-es sírkövéről van szó, hogy a latin nyelvű felirat is mutatja. A templom körüli temetőknek a kutatása azért elég hosszú időre tekint vissza megyénkben. Többek között nagyon jó példa erre a Decs határába Ete egykori mezőváros területén 90-es évek második felében feltárt plébánia templom, amelynek a makettje itt látható. Ezt a templomot körbevették fallal. Ez a fal jelképezte lényegében a cintermet. Ez a templom több szempontból is nagyon tipikus, tehát mutatja egyrészt a fejlődő és egyre gazdagodó településeket, hogy hogyan és milyen módon díszítik. Másrészt, amiről az előbb ejtettem szót, tehát ezt a bizonyos templom körüli temetőt is behatárolták keresztény embernek, a cinterembe kellett elhelyezni a maradványait. A kiállítótér, tehát maga a templom belsőnek a szentély részében állunk, amelyben három vitrint helyeztünk el. A középső az különösen érdekes liturgikus műtárgyakat tartalmaz, de a két szélső sem érdektelen, legalábbis én úgy gondolom, hiszen itt ha szemben állunk jobboldali vitrínben, láthatjuk az 1055-ből származó tihanyi alapítólevélnek a méretarányos másolatát, amely ugye nem Tolna megyei, de viszont nagyon sok Tolna megyei vonatkozású településre utaló adatot tartalmaz. Márpedig azért, mert Tihany, amelyet ekkor Első András királyunk alapított, egyébként Első Bélához hasonlóan szintén temetkező helyéül, nagyon sok birtokot adományozott Tolna megyéből is ennek az új apátságnak. És ezek közül két település a mai napig is létezik, be vannak nyilazva ezek a települések, Telena néven Tolna, Fotudi néven Fad, de a ma már nem létező Sárfő, illetve Kesztölc település is megemlítésre került, valamint ugye ez a dokumentum tartalmaz az első magyar nyelvemléket, a Fehérvárra menő hadi útra mondatot, amelyet latinul akkor nem tudtak rendesen kifejezni, és ezért magyarul beillesztették az egyébként latin nyelvű szövegben. Ugyanebbe a vitrínbe került elhelyezésre a múzeum legrégebbi könyve, amely egy 15. századból, Franciaországból származó imádságos könyv, úgynevezett hóráskönyv. Ez itt a tárlónak az alsó részén található. Nagyon sok és nagyon szép
egyedi kézzel készített ábrázolást, bibliai témájú ábrázolást tartalmaz, amelyeket egyébként felnagyítva a kiállítás féloszlopaira helyeztük el. Maga a hóráskönyv az imádságos könyvet jelent, tehát ezt alapvetően nők használták, és egyébként visszatekint a régi római időkre, a hóra az a 3 órás időtartam, tulajdonképpen 3 óránként kellett imádkozni, és ebben nyújtott segítséget ez a bizonyos imádságos könyv. A középső vitrén, ez a piros borítású vitrén, ebben nagyon sok kereszt és ehhez hasonló liturgikus műtárgy található, amelyet magukon a szentmiséken használtak, illetve alkalmaztak. Ezek közül is, hogyha föntről lefele haladunk, egy nagyon szép koragótikus 14. századi kereszt található, amely szintén a már említett Ete elpusztult plébánia templomából került elő, mellette egy Sárpilisről múzeumokba jutott oroszlánt formázó gyertyatartó figyelhető meg, illetve egy úgynevezett bűntál, egy kézmosó tál, amely Dombóvárról került, sajnos nem hozzánk itt kölcsön található, kölcsönzésből származik, a Nemzeti Múzeumba jutott, ez az egykori Ábrahám kolostor területén lehetett használatban. Körbeértünk a Múzeum Örökségünk kiállítás első termén, följutottunk újra a galériára, ahonnan elindultam, és ahogy említettem is, itt mindenféle érdekességet és információt osztunk meg a közönségünkkel. De nem csak azt, maga a szakrális témához szorosan hozzátartozik, főleg középkori viszonylatban, a 16. században a Tolna megyébe beérkező reformáció és annak az emlékanyaga. Tolna megye területe 1543-44-re teljes egészében török hódoltság részévé vált, tehát maga a világi közigazgatás az megszűnt létezni, de a magyar települések, keresztény közösségek természetesen zavartalanul is tovább tudtak működni, és maga a török fennhatóság valahogy sokkal könnyebben lehetővé tette azt is, hogy ezek az új tanok, amelyek ugye Németországból, Svájcból érkeztek, szabadabban elterjedjenek, és ennek az egyik központja a Duna melletti, egyébként 11. században már megyeszékhelyként működő Tolna volt. Annak is az első neves alakja Szegedi Kis István, az első magyarországi reformátorok egyike, de kiemelhető Sztárai Mihály, aki az egykori leírások szerint több mint 120 falot télített meg a Dráva mentén. Nagyon érdekes tárgyi emlékanyaga, 2 maradt meg ebből az időszakból, és különösen fontos, ami itt középen látható és megtalálható, a bogyiszlói reformátusok által megőrzött, 18. században Tolnáról Bogyiszlóra átmenekített úrvacsorai kehely. Ez egy aranyozott ezüst kehely, amelyet a bogyiszlói reformátusok a mai napig is használnak, egy évben egyszer, konfirmáció során, egyéb időszakban pedig a múzeumunk egyik kiállítási dísze. Hatalmas nagy könyvtára volt ennek az iskolának, Tolnai iskolának, ahol nagyon sok fontos diákja volt, Fabricius Bálint, Decsi Kis János, és még sorolhatnám. Egyetlen könyv maradt meg ebből az időszakból, ez egy szótár, görög, latin szótár, ennek a másolata itt látható, ez a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában található meg, ennek az eredetie. Itt szeretném elmondani azt, hogy maga a kiállítással egy nagyon jó kis összefoglaló katalógus jelent meg, amely a kiállítás címét viseli, és hát ezekben az időszakokban is, amikor maga a kiállítás nem látható, mivel digitalizáltuk, az Arcanum honlapján megtalálható, hogyha valakit érdekel, ajánlom szíves figyelmükbe.